Üdvözöllek benneteket! Aktuális leckénkben a háromszög szögeiről tanulunk. Egy előző alkalommal már megismerkedtünk a belső és a külső szögek fogalmával. Nézzük ma, milyen összefüggés található ezek a szögek között. Mik is azok a belső szögek? Ábrázoljunk egy háromszöget, jelöljük meg a belső szögeit. Egy kis visszaemlékezés, ha megrajzoljuk a háromszög oldalainak Hordozó egyeneseit, akkor az oldalak által meghatározott szögvonal valójában két szöget alakít ki. Az egyik a belső szög, amely a belső tartományban helyezkedik el, illetve ennek a szögnek megfelelő külső szög, amely a külső tartományban. Viszont figyeljük meg, hogy ezek az egyenesek által meghatározhatunk, megrajzolhatunk még egy külső szöget. Ha a belső szöget alfával jelöltem, akkor a neki megfelelő külső szögeket jelöljük alfa-1-el, illetve alfa-2-vel. Az alfa-1 és az alfa-2 csúcsszögek, hiszen ugyanazokhoz a szárokhoz kapcsolódnak. Így akkor, mivel tudjuk, hogy a csúcsszögek egyenlőek, fölírhatjuk, hogy az alfa-1 ugyanannyi, mint az alfa-2. Ezek szerint elegendő csak az egyik külső szöget figyelnünk, hiszen a másik külső szögre ugyanezek a tulajdonságok érvényesek. Az alfához hasonlóan a bétára is megrajzolhatjuk akár az egyik, akár a másik külső szögét, meg is jelölhetjük őket béta 1, illetve béta 2-vel, és itt is érvényes, hogy ez a két szög egyenlő. És akkor a gamma sem maradjon ki a sorból, neki is van egy külső szöge, illetve még egy, egyik gamma 1, másik gamma 2, viszont itt is érvényes, hogy ezek a szögek egyenlőek. Összegezzük akkor mindezt röviden. Egy háromszögben kialakíthatók belső szögek, mondtuk, hogy ez lesz az alfa, béta, gamma. Természetesen más betűkkel is jelölhetjük, a legtöbbször azonban ezekkel a görög betűkkel ábrázoljuk a belső szögeket. A belső szögeknek megfelelő külső szögeket is felírhatjuk, így lesz tehát az alfa 1, béta 1, illetve gamma 1, de ugyanúgy mondtuk, hogy van alfa 2, béta 2 és gamma 2. És érvényes, hogy ezek a külső szögek mind egyenlőek. Láthattuk, hogy egy külső szög a belső szög mellett helyezkedik el, illetve ez a két szög együttesen egy egyenes szöget alkot. Így akkor ez a két szög mellékszög. És tudjuk, hogy a mellékszögek, ha már egyenes szöget alkotnak, összegük 180 fok. Ez egy nagyon fontos tulajdonság, mert így akkor elmondhatjuk, hogy a háromszög egy belső, és a hozzátartozó külső szöge együttesen tehát egy kiegészítő szög, vagyis összegük 180 fok. Így fölírhatjuk ezt képlettel is. Alfa plusz alfa 1 egy, egyenlő lesz 180 fokkal. Természetesen itt vehetnék az alfa 2-t is, de mondtuk, hogy elegendő mindent csak az alfa 1-re fölírni, illetve használni. Ugyanez a képlet érvényes a másik belső és külső szögpárra. Itt is fölírhatjuk, hogy béta plusz béta 1 egyenlő 180 fok. És akkor maradt még a harmadik szögpár, gamma plusz gamma 1, egy, egyenlő úgy szintén 180 fok. Mire tudjuk felhasználni ezt a fontos tulajdonságot? Hát nagyon egyszerűen, ha ismerjük a háromszög egyik belső szögét, akkor ki tudjuk számítani a neki megfelelő külső szögét. De ugyanígy fordítva is, ha ismerjük a külső szöget, akkor a neki megfelelő belső szöget ennek a képletnek a segítségével ki tudjuk számítani. Nézzünk akkor most egy konkrét példát, ahol alkalmazni tudjuk ezeket az összefüggéseket. Íme itt szól a feladatunk. Adott a háromszög egy belső szöge. Alfa egyenlő 77 fok. Számítsuk ki a háromszög megfelelő külső szögét. Az alfának megfelelő szög az alfa 1. Hogyan oldjuk meg az ilyen típusú feladatokat? Először is felírjuk mindazt, amit tudunk a feladatból, tehát kiírjuk az adatokat. Alfa egyenlő 77 fok. Majd fölírjuk mindazt, amit keresünk. Az alfának megfelelő külső szög, ez is az alfa 1, tehát egyelőre még kérdőjel. Nézzük a feladat megoldásának lépéseit. Első lépésként mindig felírjuk a képletet. Most tanultuk, a háromszög belső és megfelelő külső szöge együttesen 180 fokot ad. Majd a következő lépésben behelytesítünk. Mostani példánkban az alfának az értékét tudjuk, tehát alfa helyett írjuk, hogy 77 fok, plusz, mivel az alfa egyet nem ismerjük, továbbra is írjuk, mint alfa egy, egyenlő lesz 180 fokkal. A harmadik lépésünkben kifejezzük a keresett szöget. Mi az alfa egyet keressük. Írjunk fel erre az összeadásra egy segédegyenletet. 2 plusz 3 egyenlő 5. Mi keressük az alfa egyet, ami ugye a 3-nak felel meg, hogyan kapunk 3 ha van egy 5 és egy 2 Nagyon egyszerűen az 5-ből ki kell vonni a kettőt. Vagyis a mi feladatunkban a 180 fokból ki kell vonni a 77 fokot. Ezek szerint felírhatjuk, hogy az alfa egy egyenlő lesz 180 fok mínusz 77 fok. És a végén már csak annyi marad, hogy kiszámoljuk ezt a különbséget. Az alfa 1 egyenlő lesz 180-77, 10-7 az 3, itt maradt az 1, 8-8 az 0, és a végén maradt egy 1-es, tehát a végeredményünk, a keresett szögünk, alfa 1 egyenlő 103 fok. Láthattuk tehát a lépéseket, megnek a segítségével a hasonló típusú feladatokat ki tudjuk számolni. Következő leckénkben egy kicsit bonyolultabb feladatokat oldunk meg. Ugyanezeknek a lépéseknek a segítségével. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!